A női röplabda NB2 rájátszásának negyedik fordulójában, ha csak az Agria RC EVS-i Nyíregyháza elleni mérkőzésének az eredményére tekintünk, akkor sima egri siker született. Ha viszont a 3-0-ra megnyert találkozó szettjeit is megnézzük, akkor már jóval árnyaltabb a kép. Elég, ha a két edző meccs közbeni reakcióit nézzük. Alkarral kifogadjuk a borlást, amikor rendületben vagy. Érintés nélkül leesik 3-et. Miért nem jössz ki a 3-as vonalig, hogy tudj visszalépni a támadásra? Penge élen táncolt minden szett végeredménye. Ne szívják fel magukat! Játsszunk! Ha nincs olyan vitás fogadást, nem fogunk tudni támadni. Arra koncentráljunk már összör, jó? Na gyerünk! Az elsőt 25-23-ra, a másodikat pedig 26-24-re nyerték az egri lányok. A harmadikban sem változott a helyzet. A nyírségiek mindent megtettek azért, hogy megnehezítsék a listavezető egriek dolgát. A harmadik játszma a végjátékát fejben jobban bírta az Agria RC EVS-i. 25-20-ra nyertek a fehérmezes hazaiak. Az a baj, hogy nagyon sokszor úgy fogják fel, hogyha már csak egy kicsit is vezetünk, vagy egy kicsit is megy a játék, akkor kiengednek. És ezt például a Nyíregyháza nagyon jól ki tudja használni. Mert ők stabil csapat, lehet, hogy nem rendelkeznek olyan ütőerővel, de viszont nagyon ügyesek, nagyon jól mozognak és nagyon jól blokkolnak. Ami nekünk viszont elég sok nehézséget tud okozni, mint látszott is. Tehát a 3-0 ellenére minden szettig szinte végig vezettek, és csak a végén tudtunk mi. Kovács Zsolt vezetőedző a meccs után is kiemelte, a győzelmek ellenére még mindig nagyon sokat hibázunk. Próbálunk mindenképpen csapat lenni, de én úgy érzem, hogy segítünk a másiknak. Múltkor is a Miskolc ellen itthon volt, az is nagyon jó meccs volt, össze tudjuk szedni magunkat. Továbbra is az Agria RC EVS-i vezeti a keleti csoportot. Most már egyre nehezebb mérkőzések következnek. A hétvégén szünet lesz a nagy csapatnak, aztán az ötvös Debrecent fogadják, idegenben a Szeged, és az utolsó fordulóban a Miskolc jön majd Egerbe.